A négy nagymúltú egyesület, a Túri, az Zrínyi, a Vasút és a Kőolaj Horgász Egyesületek összefogásával alakult meg a nyáron a szövetség, melynek célja, hogy a tó a továbbiakban helyi kezelésbe kerüljön. Mint azt a vezetőség elmondta, a csónakázó tó életében új időszámítás kezdődhet 2016-ban az elszaporodott nátfol az elszaporodott vízi növényzet, a szemétszállítás kérdése, a horgászhelyek megközelíthetetlensége, az utak állapota, -e, mind-mind olyan nagyon fontos probléma, amit a sikeres pályázatunk esetén a szövetségünk saját magáénak érez. A vezetőség az önkormányzattal együttműködve kiemelten kezelni a haltelepítés kérdését, de a jövőre vonatkozóan más célokat is megfogalmaztak több olyan ö, változtatást kívánunk bevezetni, ami a horgászok szempontjából még vonzóvá, még elérhetőbbé teszi ezt a tavat. Ö, például visszakívánjuk adni a ö, visszakívánjuk vezetni az úgymond normál területi egyen rendelkezőknek a hétvégi éjszakai horgászatot. És szabályzott körülmények között, de a, a gyerekeknek díjmentesen kívánjuk kínálni a horgászatot, ez nagyon fontos. A szövetség folyamatosan tartja a kapcsolatot a csónakázó tónál horgászókkal, hogy a felmerülő észrevételeket, igényeket felmérjék.